A víz tematikájú porcelán tárgyait mutatta be a Herendi Manufaktúra stílszerűen egy hajón, mégpedig az egyik legrégebbi balatoni hajón, az 1913-ban készült Jókain, Füreden. Vanyolai Sándor, a hajó tulajdonosa is szereti a vizet ábrázoló szép tárgyakat. Minden olyan tárgy, ami a hajó arculatát vagy a Balaton arculatát viseli, az kedvencem. Olyan vendégkörünk van, akik megkedvelték a Jókait, akik már voltak velünk, és nagyon sok visszatérő vendégünk van, itt főleg csoportokra gondolok, akik hibátlan szolgáltatást kaptak, és meg voltak elégedve azzal, amit adtunk nekik. Miután kifutottunk a Balatonon, a kamara kiállítás megnyitóján a hullámzás miatt mozgott minden, kivéve a jól rögzített herendi porcelánokat, amelyek az 1850-es évektől kezdve napjainkig reprezentálták a manufaktúra sokarcuságát. Volt itt a környezettudatosság jegyében idén ólommentes festékkel készült dísztárgy, de az 1850-es évekből a gyár tulajdonosa Fischer Mohr halastájának másolata is. Az utóbbi faliták különlegességét nem csak az adta, hogy lassan 170 éves, hanem a hal relief-szerű kiemelkedő formája szájában az éles fogakkal. Megjelentek természetesen a hajók is a tárgyakon. Különösen szép volt a voile dekor, azaz a vitorlásokat ábrázoló elegáns készlet a perspektívikusan ábrázolt hajókkal, amitől annyira életszerűek lettek a képek. A Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatója Simon Attila szerint a Jókai hajóhoz jól illenek a herendiek. Szerettük volna újra Füreden megmutatni a herendi porcelán hordozta alkotásainkat. És jött egy ötlet, hogy itt a kikötőben rendszeresen szoktuk látni a Jókai hajót, és egy nagyon értékes, szép történelmi múlttal rendelkező hajóról beszélhetünk, és ez a kettő adta azt a lehetőséget és azt az ötletet, hogy próbáljunk egy úszókiállítást rendezni, hiszen több száz herendi kiállítás volt az elmúlt évtizedben, de olyan, hogy egy hajón lett volna herendi kiállítás, még nem. Örülünk annak, hogy Vanyolai úr örömmel adta ehhez a partnerségét, és innentől kezdve már csak az volt a feladatunk, hogy megszervezzük és kiállítsuk azokat a tárgyakat, amelyik illik ehhez a hajóhoz, és illik ehhez a környezethez. A herendi porcelán készletet persze nem először a történelemben, nem régen hamisították is. Valóban volt egy ilyen ügyünk a közelmúltban, jogi nyelvezeten jellegbitorlásnak nevezték az ügyet, amikor egyik alkotásunkat egy neves nemzetközi multinacionális cég megpróbálta utánozni, de a manufaktúrának van egy olyan mechanizmusa, amely ezeket felszínre hozza, és ebben az esetben a manufaktúra fellép ezekkel az akciókkal szemben, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a szellemi tulajdon ugyanolyan védelemben kell, hogy részesedje, mint bármilyen vagyontárgy. Nagyon sok kollégám nagyon hosszú éveken keresztüli munkának az eredménye egy új fejlesztésnek a kialakulása, és teljesen természetes, hogy ezeket a szellemi alkotásokat mi a jog eszközeivel is védjük. A mini kiállítás igen gazdag. Láthatunk itt a ma is közkedvelt jellegzetes pikkelyes állatfigurákat, és a híres barokk rokokó Balatonfüred készletből a reformkori Füredet ábrázoló tálcát, és egy csészepárt is a kisfoldi gőzhajóval. Érdemes megnézni például rajta a Balaton víz szintjének magasságát. Ha összehasonlítjuk a mostanival, akkor azt láthatjuk, hogy sokkal magasabb volt a Balaton víz szintje, mint manapság. Úgyhogy egy korabeli fénykép lenyomata is Balatonfürednek, innen a Móloról visszafelé nézve a füredi látképet. Az idei annabáli porcelán szívekről még nem árulhatott el semmit Simon Attila, de amennyire lehetett, körülírta a szívszínét. Egy 19. századi magyarországi közismert közszereplő hölgy kedvenc virágának a színe. A herendi porcelántárgyak a Jókai hajón, bár elsőre szokatlan, de tetszetős párosítás. Mindenképpen megérnek egy balatoni utat.